Egy motor megítélésének sem mindegy, hogy az, aki vezeti, az korábban milyen tapasztalatokat szerzett más motorral, mert ugyanarra a motorra, mondjuk ha még nem volt előtte olyan szintű motorod, mondhatod azt, hogy a világ legjobb motorja, de volt már egy-két másfajta motorod, ami esetleg kategóriákkal jobb, akkor visszaülve rá azt mondod, hogy hát azért egy középkategóriás szar. És például ilyen motor DL650 v hogy valaki romádicséri, meg hallottam már olyat, és amikor valaki rájött, és azt mondta, hogy mekkora egy ócsó kotvány az egész történet. Most valaki megosztotta itt a tapasztalatait, Jelenleg ennél a motornál több paraméter egybevéve nincs jobb. Két éve használom, túl vagyok 20.000 km vele és egyre jobban szeretem. Akarok cserélni, hogy más gépet is próbára tegyek, de lövésem sincs, mi lenne ennél jobb. Egy-egy szempontból persze van több is, de összességében súly, pakolhatóság, dinamika, tankméret, fogyasztás, ár, felszereltség stb. én nem találok. Biztos, hogy a csere csak 1-2 évre fog szólni, talán BMW F800GS vagy KTM Adventure 890, esetleg MT09 Tracer, mert ez egy kiváló gép átmotoroztam vele Spanyolországot egészen Gibraltárig. Ha 20 lóerővel több lenne benne, akkor ez a gép összességében verhetetlen lenne. Persze van az ezres, de az már nehezebb, többet fogyaszt majd egy millával több, tehát van pár szempont, ami már nem, ami már nem lesz jobb. A 653 doboz két személy nem szereti tartósan a 130 feletti tempót, de ha jó útvonalat választunk, akkor nem is kell. Aki kirándulni akar, vegyen dl Egyet tudok érteni egyébként, hogy ha nincs óriási sebességigénye valakinek, akkor igazából a DL ki fogja elégíteni a túrázós igényeit, meg hogy nem akar autópályán száguldozni vele, stb főleg szűkebb kanyarokba, kisebb tempónál nem jönnek ki azok a fajta hátrányai, amelyek igazából megvannak. Tehát egy kicsit olcsó kategóriás a gép, és hogyha valaki egy olyan motor után ül rá, mondjuk egy Triumph Tiger 900-as után ülsz vissza egy 650-re, akkor nem is az erőbeli különbség, mert olyan hatalmas dinamikai különbség nincs, mert nem annyira erős a Tiger 900, sor három más adja le a teljesítmény, mint a V2 de ettől függetlenül mondjuk a komfortja, a kényelme, a rugózása, a sportossága, a kezelőkaroknak a működtetése, stb. Mondjuk egy, ha most épp a tárgyért hoztam föl példának, sokkal kifinomultabbá teszi a Tour kategóriát, mint, mint a véstrom. É, múlt pont nem értem mondom a példát, de, de nem is 900-as, hanem 1200 Tigerről ült rá vissza egy Kanári túrás résztvevőnk, és hát szerencsétlen killódott vele, mert ez is töltjük, ez is szar, miért nem úgy működik, mekkora utoljára, váltókar, stb. És mondtam, hogy figyelj, tehát ne várjál sokat egy ilyen motortól, a, hogy egy kategóriákkal sokkal kifinomultabb, fejlettebb, drágább motorról ültél -e át egy olcsóbb kategóriára, ez ilyen és ezt tudja. Emellett egyébként tervezem én is, hogy lesz 650 v stroma a kanári flottánkba, de pont ezért, mert oda, ahhoz a fajta sebességi viszonyok, terepviszonyok közé egy tökéletes gép tud lenni az olcsóságához mérten. Úgyhogy ezért szeretik sokan, mert egyébként egy igénytelen gép, ez a 650-es v block ez már nagyon-nagyon régóta bizonyít ezt. Mióta kiadták már ezt a v blokkot nem is tudom, 2000-es évek eleje, SV650-ben jelent, meg nem tudom már pontosan így fejből, nem is emlékszem rá, de már a megjelenésekor is marha jó volt ez a blokk, és ezt azóta csak finomítottak rajta egy keveset, jobb marha jó a dinamikája, az erőleadása, V blokkhoz képest már a leges, legelső verzió sem volt kezelhetetlen darabos, mint ami általában régen jellemző volt a V blokkokra, tehát a 650-es kicsi is már kifinomultabban lehet vele elindulni, nincs vele nagy rázkódás, és az, hogy lágy a futóműve, túl rendúrósabb a jelleg, tehát amikor oda teszel mellé mondjuk egy MT-07 részert, te mondjuk 0,9-et írtál, de mondjuk kategóriatárs mondjuk egy 07 tracer, akkor az sportosabb vonal, az sor kettővel megy, dinamikusabban is gyorsul, viszont az inkább egy ilyen adventure sport jelleg, a, a, a DL650, még hogyha nem is a, a küllős, hanem a sima felnis verzió, még az is felépítésben inkább túrendúrós jelleg, az meg nem azt szolgálja, hogy kőkemény futóművel legyen rajta. És egyébként amiket írtál itt, hogy F800GS-t, próbáld ki az f 850 gs Azért az egy más kategóriás történet. A GS kis kategóriában szerintem az egyik legjobb. KTM Adventure 890 az megint egy sportosabb vonal lesz, ez keményebb lesz, mint a, mint a Hát az MT-09 része meg attól függ, melyiket veszed, mert ha legújabbat veszed, az már érdotlanul jól összerakta egyébként a Yamaha. Bele tudok kötni egy jó pár dologba, de rengeteg dologba fejlesztettek. Ott az erőleadás az brutalitás. Tehát, hogyha onnantól kezdve, hogy te egy MT-09 részre ülsz, és utána visszaülsz a 650 vésztromra, akkor már nem fogod élvezni a 650 vésztromot, mert ahhoz képest az egy, az egy lesz, ahogy mondjuk egy sor 3900-as meg tud indulni. A 850 GSBMV-s szar, csak mondom, hogy az aztán tudja kapkodni a lábát elég rendesen, hogyha egy kategóriát váltasz és felje fogsz lépni, akkor kisebb esélyét látom annak, hogy te újra 650 vésztromot fogsz magadnak szere, vezetni, vagy szerezni. Mert elmész egy hasonló túrára, mint amit mondasz, hogy itt Spanyolország, Gibraltár, gondolom a Ronda felé, ott Malaga a környékén, stb. Ott marhajó szerpentinek vannak, azért mondjuk ott egy olyan erőleadási kanyarból kijössz, és egy ilyen kis kis pöccentés gázra kb. megugranak a gépek, és ez hozzászoksz, mert azért mégiscsak a motorozásnak ez a fajta dinamikája az, ami megadja az élvezetet, akkor nem valószínű, hogy utána a visítatós 650-es mégiscsak v 2 de nyelezni kell, hogy két dobozokkal meginduljon, mert a többinél az egyen nagyobb kategóriánál ilyet, ilyen problémád már nem lesz. Úgyhogy amikor azt kérdezed, hogy lövéset sincs, mi lenne ennél jobb, azért van. Tehát ez egy nagyon közép-alacsony kategória, ez egy belépő kategóriája az ilyen enduró jellegű, utcai enduró jellegű motoroknak. Úgyhogy ennél sok jobb motor van, föl is sorolta egy-kettőt, igazából, hogy, hogy mik azok, amik jobbak. Majd próbáld ki, és írd meg a véleményedet.